Mi olyan barátnők vagyunk, akik uh, egyáltalán nem kedvesek egymással. De nem? hát kedvesek vagyunk. De csomószor hogy dehogy, dehogy mi, mi, miért olyan jó neked a szentesivel a barátság, vagy hogy... Vagy, hogy hogy, ki mondta? azt majd utána mondom. Dehogy is. nyugis soha nem mondom el. Szerinted az befolyásolhat egy barátságot, hogy mondjuk uh, milyenek a az körül, életkörülménye, Az ez Ezt akartam kérdezni, csak megkérdezted előre. Azt éreztem, hogy ha nem mondok ki a másiknak, hogy mi az, ami idegesít, akkor meg fogok fulladni. Most neked Sziasztok, hello, itt vagyunk. Nem mondod. <laughs> Látják szerintem. Ne képzeld el, Szandra, olvasok itt egy cikket. Igen. De te most ne nézed. Igen, jó. A barátok között genetikai hasonlóság mutatható ki. Na, ez mit szólsz? Szandra, amikor uh, kitettem egy gyerekkori képemet, azt mondja, hogy ez nem én vagyok? <laughs> Mondom, de Ott áll egy egy, egy, egy szőke gyerek. Szőke gyerek? Ez... Hát, hát ilyen világos volt a haja. Hát jó, de hát inkább hasonlított rám, mint rád. Mint a mostani szentes De hát, az, hát a barna szemű, egy barna szemű, kis, aranyos kislány. De ez nem egy fekete-fehér kép volt? Nem. Akkor jó. Egy barna szemű, barna, maci szemű, aranyos kislány, hogy hasonlíthatna már a te gyerekkori énedre? <laughs> Mindegy, a Szandra azt hitte, hogy... isten! Na mi ilyen barátnők vagyunk, ez borzasztó. Igazából... Mi olyan barátnők vagyunk, akik uh, egyáltalán nem kedvesek egymással. De nem? hát kedvesek vagyunk. De mikor? Hát Szandra, hogy ne lennénk már kedvesek? Most az, hogy csípkelődünk meg nem ölelgetjük. Csipkelődünk, igen, és nem ölelgetjük egymást. Mi olyan barátnők vagyunk, de hát ez gyerekkorban ez olyan fu fura lett volna, nem? Hogyha elmondja valaki, hogy... Hogy? Hát, hogy mi nem olyan barátnők, hogy lesz egy olyan barátság, amiben nincs uh, ilyen... ilyen túl, ilyen túl kedveskedés, túl szeretés, mert engem kifejezetten idegesítenek azok a... Hát nekem, ne, nekem, nincs olyan, tehát rajtad kívül sincs olyan barátom, akivel nagyon túl szeretnénk egymást, és nagyon ö, ölelgetnénk, ölelgetném, hogy puszilgatnánk egymást. Tehát a Novákkal se puszilgatjuk egymást, sőt a Mónika barátnőmmel se puszilgatjuk egymást, meg a szintivel verse. Nincsenek ilyen barátnőm. Ők a barátaid? Hát igen. <laughs> Neked ki a legjobb barátod? Miért kérdezed meg mindig ugyanezt? <laughs> nem hiszem el. Tudod, ezt meg szokták kérdezni. Neked ki a legjobb barátod? Jó, ha nem én, akkor nem barátkozok veled. Én még nem csináltam ilyeneket, azt hiszem. Nyilván nem, ez óvodás. Óvodás, de szerintem abszolút vannak, hogy is mondjam, ez még mindig egy jelenség, még akárhány évesen is a nők között. Igen. Férfiak között szerintem nem. Nincs ilyen, de, de nők között van ilyen, hogy hogy még felnőtt korban is irigykednek. Igen. Hát ez nem is az irigykedés, ez nem jó szó, talán inkább... Féltékenykedés. Igen, talán inkább a féltékenység. Neked mit jelent a barátság? Tehát, hogy hogyan határolod be azt, hogy hogy mi az, ami, ami, ami neked a barátság? Nekem a legfontosabb, hogy a barátom az az fi figyeljen, figyeljen rám, miközben beszélek hozzá. <laughs> Most mi van, te szoktál? Igen. Tudom. De én tudom, hogy szoktam. Akkor most miért mosolyogtál? Mert most színészi játék volt, nem vetted észre. Nekem szerintem ez a legfontosabb, és az, hogy, ő, hogy, hogy, őszinték legyenek velem, mérsékeltem, de, de azért... Mérsékeltem. Nem, de hogy is viccelek. Nehezen viseled el az őszintességet, hogyha valaki megmondja az arcodban, mit gondol? Nem. Nem viselem el nehezen. Rosszul esik, ő meg fáj, de örülök, hogy elmondja, és kell utána mondjuk egy fél nap, és uh, például a fiú barátom, az Isti, ő például uh, vele a főiskolán uh, lettünk ugye nagyon jó barátok, mert mind a ketten uh, Szlovákiából vagyunk, és uh, felvett minket a mátékából, és akkor, uh, és akkor valahogy az Isti, amikor mondjuk nem figyeltem rá, vagy, uh, vagy, uh, vagy, nem volt rá időm, vagy mindig lemondtam, akkor ő, ő például rögtön elmondta, hogy a kritikáit velem szemben is rosszul esett, és próbáltam tagadni, próbáltam magyarázkodni, de aztán rájöttem, hogy ez hülyeség, mert hogy igaza van, és csak le kell higgadnom, és magamba kell néznem, és utána meg, meg kell változni. És jól is esik, hogy, hogy többet keresem, többet beszélgetek vele, Úgyhogy Akkor én kifejezetten, szeretem, igen, én kifejezetten szeretem, hogyha valaki megmondja azt, hogy miben kellene változnom. És akkor aztán majd én eldöntöm, hogy ez igaza vagy sem. <gül> Felülbírálod. <gül> igen, de nehéz, egyébként nehéz megmondani egy barátnak az őszintességet szerintem. Tehát, hogy, hogy nekem, nekem, az mindig, mindig gondolkodom előtte, hogy, hogy vajon ez... Be fog -e menni, megéri -e? Be -e menni? igen, be fog -e menni, megéri -e, hogy megbántom, vagy nem is az, hogy megbántom, hanem hogy, hogy őszinte vagyok vele, igazán ilyen, meg hogy, meg, hogy inkább az, az, az is kérdésben bennem, hogy, hogy segítem-e azzal? Aha, igen. Segítem-e azzal, hogy megmondom-e a frankót? Vagy inkább azzal segítek, hogy tartom és, és asszisztálok hozzá, amit csinál, és nem mondom meg neki igazán, hogy mit gondolok. Velem szembe könnyű megmondani, vagy nekem könnyű megmondani? Nem szerinted? Könnyű. Tényleg? Nem mindig könnyű. Tényleg? Aha, Azt hittem, hogy könnyű. neked könnyű megmondani nekem. Ö, hát van, amikor súlyozni kell. Valamikor súlyozni kell. Nem mindig könnyű, de nem csak... Ez hát... Mi az, ami még ki belőled, Éva? <gül> <gül> Na figyeld, ezt figyeld. Ez nagyon jó. Azok a 70 éven felüliek, akiket sok barát vesz körül, 22 kal 22 az nem kevés, hosszabb életre számíthatnak, mint azok, akik befelé fordulva élnek. Mit szólsz ehhez? Szerintem akkor is sose fogok meghalni. Ez jó. Ez ez, ez biztató. <laughs> ez biztató, nem? Az elég sok igen. barátunk van. Igen, sok barátunk van. És uh, milyen hosszabb, hosszabb életet élnek? Hát igen, mert hogy nekem, nekem azért nagyjából úgy néznek ki a napjaim, hogy mondjuk hétfő, kett, szerda, a csütörtök az már rezeg, azért, hogy magamban vagyok, egyedül vagyok. Kivéve, amikor nem. Igen. És akkor aztán így, hogy csúszunk bele a csütörtök péntek szombatba, úgy vágyom egyre jobban arra, hogy, hogy legyen, hogy körülöttem legyetek. Uh -huh. És akkor nekem vannak ilyen kis grúpok, és akkor beosztom, hogy valamikor ezek össze vannak keresztve. Hány Na, karácsonyi vacsorát kell csinálnod? Hatot. Hatot különböző baráti társaságoknak. Én például egyáltalán nem, nem vagyok féltékeny arra, hogy mások másokkal is barátkoznak, vagy Én a barátaim se? másokkal is barátkoznak. Én se. Nem vagyok. Nem, mert hát azért 30x éves korunkra azért csak eljutunk oda, hogy nem kell mindig mindenhova menned, és mindig mindenhol ott lenned, és euh, mindegyik társaságban részt venned. Engem az kifejezetten zavar, amikor, amikor az összes barátom ott van egy helyen, például volt olyan születésnapom, ahol mindenki ott volt, vagy hát a igen, kb. mindenki ott volt, akit szeretek. A vidéki gyerekkori barátnőm ő nem tudott eljönni, mert kisgyereke volt akkor, és, és kifejezetten idegesített, hogy be kell osztanom magam, hogy mikor kivel vagyok, és igazán senkivel se tudtam lenni. Úgyhogy inkább kis születésnapokat fogok tartani. És akkor lesz hatás kövőd? Na, hát ezt ne is mond. Érsz a takaróból? Nem. Jó, örülök, örülök, Tesszük hogy Tetszik neked az a takaró? Nem, csak melegít. Hát ez nagyon meleg, igen. Szóval szóval nekem az kifejezetten feszély ez, amikor ott van mindenki, sokkal jobb kisebb társaságokban lenni, vagy úgy a barátaimmal, hogy tudok mindenkire figyelni közben. Van gyerekkori barátod, akivel van. Gyerekkorod óta? van, Igen, róla kaptam a nevem. Mert amikor fél éves volt, amikor én megszülettem, és akkor járt már akkor át, a szomszédunk volt gyerekkorunkban, és akkor járt át anyukámhoz, a szomszédből az Évike, és akkor én meglátta anyukám, hogy milyen aranyos, szép, kedves, késlen ez az Évike, akkor az én gyerekemet is úgy fogják hívni. És hát egy szép... szép aranyos, kedves Évike lett. Óra. <gül> 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 Igen, ő a gyerekkori barátnőm, együtt nőttünk fel. Milyen, hogy milyenek a, a, a szakítások? Szakítások. Ugyanolyan súlyosak, mint egy párkapcsolati szakítás, szerinted? Hát ö, most azon gondolkodom, hogy ö, igen, egyébként lehetnek ugyanolyan súlyosak, ö, de, de van, nekem olyan szakításom volt, aki akiben én voltam az, aki szakítani akart, és máshogyan éltem meg, mint azt, amikor elhagynak nyilván, mert hogy amikor te hagysz el valakit, akkor azt máshogy éled meg. Tehát, hogy nem ez az ilyen nagyon fájó szerelmi elválás volt, hanem az volt, hogy tudtam, hogy ez a kapcsolat engem már nem szolgál, és, és nem is igazi barátság, mert ha igazi barátság lett volna, akkor nem jutottunk volna ide, uh -huh. és másfelé fejlőd, fejlődtünk, így emberileg is, meg így az életünk is, és és az a része fájt, hogy igen, vannak olyan dolgok, amik hiányoznak belőle, de, de már túl vagyok azon, hogy adjak neki még, 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 még esélyt, mert tudom, hogy, hogy nem működik, és nagyon sokszor megpróbáltam, hogy működjön, és úgy érzem, hogy elég sok mindent bele is tettem, de, de rá kellett jönnöm arra, hogy szóval igen, egyébként hasonló, persze, két ember elválik, ehhez hasonló, csak nyilván nincs meg az a, az a nagyon mély kötődős része, amit mondjuk még hozzátesz a szex, meg, a, meg az intimitás, mert hogy egy általában nincs ilyen. <laughs> Sokan mondták az életben, hogy az a, a késő felnőtt korban már egyszerűen nem alakulhat ki olyan szövetség, ja, az is mint, egy mint igen, mert ez, ez, ez egy csomószor mondták, hogy de hogy, mi, mi, miért olyan jó neked a Szentesivel a barátság, vagy hogy, vagy, hogy miért ragaszkodsz hozzá, vagy Ezt hogy... ki mondta? Ezt majd utána mondom. De hogy is, soha nem mondom el. Le akartok beszélni? Hát volt olyan, aki le akart rólad beszélni, igen, de nekem mindegyik barátnőmmel szerintem. Ki? Nem, volt olyan... Ö, az Annáról, nem. Az Annáról, a pálmairól is le akartak beszélni sokan. Komolyan. igen. Igen. És közben ti vagytok mellettem, nem tudom, jó döntés ez az egész. Hát majd szoktam mondani, hogy amikor, amikor ilyen bármilyen párkapcsolati váls válságban vagyunk, akkor azt mondja, hogy látod, Szandra, de hogy, de hogy mi mindig megmaradunk egymásnak. A férfiak, akik mellettünk vannak, nem biztos. Jézusom, most nagyon megsértődjetek, mindegy, úgy se nézik. Nem? A férfiak? A férfiak. Szerintem nézik. A mi férfiaink. Nem, mindegy, akkor ezt nem úgy értem. Nem ti nem maradtok meg, hanem más férfiak, akik előttetek Hogy, valójában mi megmaradunk egymásnak, még amikor nyanyák leszünk, akkor is. Nem úgy nyanyák, hanem, hanem hogy nénik. És akkor itt fogok lakni ebben a lakásban, is, majd jössz, 80 évesek vagyunk, és itt szürcsöljük a kis izét. Remélem, akkor lesz fűtés. Van férfi barátod? Van. Nagyon szeretem a fiú barátokat. Én is nagyon szeretem, és, és van egy ilyen Fú, ki mondta ezt? Úristen, Karinti mondta? Ah, nem biztos, hogy Karinti mondta. Ha nem Karinti mondta, akkor ezt vágjátok ki, hogy e, létezik-e barátság férfi és nő között, és ha igen, miért nem? Ez tök jó, nem? <laughs> nagyon. Ez tök jó. Nem mindegy, hogy ki mondta, de azért jó. <laughs> Szerintem létezik. Szerintem is létezik. Nagyon, létezik. nagyon is fontos. Nagyon, és, és, azért jók a és igen, csak egy bizonyos ponton túl, mondjuk egy férfi barátommal nem tudok túljutni. Tehát, hogy, hogy mondjuk, tehát, hogy Szex, hát, a szexkitárgyalása? Hát, szex igen. igen, például, például a, a... Azt a én hink... sem csinálom. Na, tehát hogy, ugye, hogy az, azt valahogy csak, vannak olyan dolgok, amiket jó csak nőkkel megbeszélni, és ezért nem is tudok a fiúbarátokkal eljutni olyan mélységekig, ami mondjuk egy egy nőbarátommal megvan. hát nálad a mélységek ott kezdődnek, hogy mondjuk, hogy kinek... Nem, nem ott Milyen kezdődnek a... a mélységek, de például a, a férfi barátságokból az az egy olyan rész, amit mondjuk én azt egyáltalán nem találgyalom ki a fiú barátaimmal, hogy hogy a szexuális életem az milyen. Én sem. Nem azért, mert azt gondolom, hogy egyébként ki kell tárgyalni a nőkkel, a női barátaimmal, mert ki olyan nagy... kell, ki kell. De van egy csomó olyan része a testednek, amit csak a nők értenek meg. És a férfiak soha nem fogják. Reméljük, az értik Megértitek, persze. Szóval... Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a férfi barátságok azok nagyon fontosak, de, de rengeteg, tehát, hogy, hogy igazán mér a női barátság, tehát, hogy azonos neművel tudsz eljutni barátságban. Szerinted minden, szerinted minden ö, barátságban megvan, hogy ki, ki a domináns, Vagy pedig van, vannak iszonyúan kiegyenlített párosok? Szerintem igen. Szerintem amilyen köz kiegyenlített, de lehet, hogy Szerintem de azt gondolod, hogy te vagy a dominás, nem, én nem meg gondolom. lehet, hogy azt gondolom, hogy én, de nem, gondolom nem azt. én sem gondolom ki Nem. Szóval nem nem is adom el ezt most, egy poén éreztek is. Ne, nem, semmiképp ne nem kell nem, mindent nem. eladni. Hát nem is, nem is. De hát azért van egy csomó De az, hát igen, azért vannak olyan barátságok, amiben ez nem kiegyenlített. Igen. De nálunk rahattól kiegyenlített ez a dolog. Igen. És szerinted fakadhat abból, hogy mondjuk különböző a, a szakmánk? És nem a szakmánk. rivalizálunk? Mm -hmm. Nem tudom. Nem, ez biztos nem következik ebből, valami más következik hát a ebből, vagy ez másból következik, igen. Szerintem... igen. mert ott mindig arra hivatkozunk, hogy tök más alkatú színésznők vagyunk. Hát, hogyha én színésztő lennék, akkor más alkatú színésznők lennénk mi is. Még akkor is szerinted hogy a gyerekkori fotóban te vagy. De tényleg. Hát Hí? nem, hát színésznők más színésznők lenni. Abszolút Én egy hallgató. ilyen déli mediterrán, ilyen Sofia Loren -e szerepeket kapnék. Igen, én? És én? Hát nem ilyeneket szoktál. Autista lány. Értem. <laughs> Csodálatos volt az a szerep. Én sose tudnék egy olyat eljátszani. De mert nem vagy színésznő, hát ezt nem tudtam már. <laughs> más sem mondjuk, de magamat el tudnám. <laughs> én meg sose tudnék olyanokat írni, mint te. Na, jó. Na, most ez, na, ez na. ami egyáltalán nem jellemző ránk. Igen. Nem, egyébként, egyetlen. de vannak olyan, vannak olyan részegesték, amikor nagyon meg tudjuk egymást dicsérni, de akkor sem ölelgetjük egymást. Nem, soha. De jó a hajam amúgy. Na, hogy itt összeborzoljam. neked sok barátod van? Igen. Sok, sok, van. És nem érzed azt néha, hogy, hogy nem tudsz mindegyikkel ugyanolyan minőségű kapcsolatot ápolni? Szerintem nem kell mindegyikkel ugyanolyan. Szerintem vannak azok a barátok, akikkel, akikkel nagyon sokat találkozom, és napi kapcsolat, és napi telefonhívások is, vannak olyanok, akikkel csak havonta találkozom, vannak olyanok, akikkel csak három havonta, és egyszerűen ennyit igénylünk egymásból, uh -huh. és ez, ez teljesen természetes módon fut közöttünk, nem pedig úgy, hogy... Figyelj veled, csak kevesebbet fogok találkozni, mert, 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 mert ez egyszerűen így alakul. Téged nem bírlak annyira? <laughs> nem, nem. Egyszerűen vannak barátságok, amik... S, sőt, most rájöttem, hogy... Hogy? Hát, hogy ez milyen érdekes, hogy ez így kialakult, és, és hogy egyikünk sem kifogásolja, hanem teljesen normális, hogy igen, vele három havonta szoktam elmenni ebédelni, meginni egy kávét, igen. Ba, és sőt, az, az, is nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy még mondjuk ugyanott tudom folytatni, ha valakivel csak három havonta találkozunk, és akkor összefoglalom neki az elmúlt három hónap történéseit, és ő is nekem, és... és, és közben ugyanannyira fontosak a tanácsai, mint, mint azoknak, ja. akikkel, akikkel minden nap beszélek. Nekem például a gyerekkori legjobb barátnőm az Évi, hát vele elég ritkán találkozom, ugye, tényleg ilyen kettő-három havonta, meg ritkán is beszélünk, de hogy ott van az életemben egészen a születésemtől. Tényleg együtt nőttünk fel, együtt játszottunk az udvaron, és együtt éltük át ezeket a gyerekkori dolgokat, de nagyon-nagyon más az életünk. Tehát, hogy ő, ő vidéken maradt, nem akart felköltözni, Budapestre soha nem vágyott nagyvárosi életre, óvónő gyerekekkel foglalkozik, hát Té tényleg annyira távol áll az egész, és mégis, uh, mégis, tud mindent rólam, és mégis ilyen, nagyon nem akarom belét folytani a szót. <laughs> Láttam, hogy már nagyon mondanád. Figyelek arra, amit mondasz. De hogy, na te, majd akkor mondjad. Csak erről jutott eszembe, Mogy? hogy? szerinted az befolyásolhat egy barátságot, hogy mondjuk uh, milyenek a... az életkörülmények. Az életkörülményei. Ezt akartam kérdezni, csak megkérdezted előre. Az abszolút van, hogy akikkel nem vagy ugyanabban az élethelyzetben, vagy mondjuk, ha Gyereked ha. lesz, gyereked lesz, akkor én ezt már úgy elképzeltem, ha neked gyereked lesz, akkor. Eltávolodsz a... tőlem? Befejezhetem a mondatot? Megértem. Nem, én már elveszíthetlek. Nem, én már elképzeltem, hogy amikor neki gyereke lesz, akkor majd az lesz, hogy Szentesi, gyere a gyerekre, vigyázni! Ide lesz a gyerek dobva majd egy folytán. Nem hiszem el. <sorvá> nem, én nem nem is inkább hiszem egy <sorvá> Szerintem majd lesz ilyen azért. Szóval én ezt már elképzeltem, de hogy, hogy mi biztos, hogy akkor se fogunk eltávolodni. Tehát, hogy én inkább ilyen pestra leszek, aki kiélheti a gyerekezős vágyát majd a gyerekem? A, gyerek, a, másiknak a gyerekén. Legyen, szerintem legyen, meg, így. legyen, így. Megcsináljuk legyen megcsináljuk a gyerekem, szobát. és te meg pestráld. Majd megcsináljuk a kis szobát a gyerekszobának. A cserétszobát? Nem úgy cselédszoba, hanem régen ezekben a nagy lakásokban Nem tart itt egy cselédet, szentessé! hogy viszonyatosan, Ciki Szandra. Máhúg má is van itt az olivérnek kis széke, majd azt is használhatja a gyereked. Jó. Jó? Jó. Úgyhogy én például azt éreztem, a, amikor megszületett a húgomnak is a gyereke, a húgom is nagyon közel van hozzám, tehát hogy ő is ilyen barátként funkcionál, mert két éve egy idős veled kb. Igen. Sőt, hát egy igen, picivel fiatalabb, mint te. És hogy azért azt érezte, amikor mondjuk az Évinek meg a tesómnak gyereke lett, akkor akkor én abból ki vagyok hagyva, mert hogy neki, amikor hazamentünk, és hárman mi így hárman voltunk ilyen nagyon szorosban mindig is, akkor, akkor ők elkezdtek a gyerekekről dumálni, és csak akkor nekik megvolt ez a közös, és mind a kettő ilyen, mm. ilyen nagyon durván anya, tehát hogy nem az az anya, aki, a, hanem hogy tényleg ilyen százszerzelékosan ott vannak, és nagyon-nagyon imádják a gyerekeiket, és nagyon-nagyon vágytak rá, és nekik ez egy ilyen kiteljesedés és én azt éreztem, hogy, hogy mondjuk abból úgy ki vagyok hagyva, és hogy én ott egy ilyen kis mellékutas utas vagyok. De például nem hiszem, hogy mondjuk ez így, ha pámainak, meg neked is gyereked lenne így egyszerre nagyjából, akkor ez így megtörténne. Vagy hát a fene se tudja. De hogy, hogy ez, ez, így van, hogy, hogy, az élethelyzet, amikor úgy hozza, hogy a, de nem vesztünk össze, meg nem vagyunk ettől kevésbé barátok, csak, csak volt egy ilyen íze, hogy és tudom, hogy ők is érezték. normális, és meg kell engedned magadnak egyébként Igen. ezt az érzést. És akár beszélhetsz is róla. Mi nem beszéltünk soha róla, de, de tudom, hogy ők ezt, ezt érezték, és akkor utána már egy idő után így, így éreztem azt, hogy ők ezen így változtatnak. Tehát anélkül, hogy szóltam volna, tehát hogy annyira hmm. ilyen egyrezgés volt ez. Az az érdekes, hogy vannak szerintem olyan párkapcsolatok, amikben a, a fél a, a, két fél barát tud lenni. Párkapcsolat? És, és, és igen, és, és, és én, én, például nem, hogy nem tudom elképzelni, de hogy, de hogy én tényleg azt gondolom, hogy egyébként a barát az, aki, aki tudjon mindenről, és hogy egy párkapcsolatban kapcsolatban megmaradjanak titkok. Titkok most, Jézusom, nem egy visszanyira gondolok, vagy egy megcsalásra, nem ilyen dolgokra, hanem, hanem a félelmeinkről. Szerintem jobb, hogy az igaz, hogy, hogy mondjam ezt, hogy egyszerűen nekem nagyon fontos, hogy, hogy a barátaimmal tényleg mindent meg tudjak osztani. És a pároddal nem akarsz? Minden, minden, mindent. Az időszakos félelmekről csak ti tudjatok, mert kár, kár, kár a másiknak a fejébe belerakni ezt. Volt-e már olyan kapcsolatod, ami baráti kapcsolat, amiben azt érezted, hogy hogy ez megmérgeztéged, ez nem visz tovább, és ezt jobb lenne leépíteni. Az is egy nagyon veszélyes dolog, amikor valaki mindig bólogat, valaki mindig veled, valaki mindig sajnál. Ja, hát persze. Valaki mindig veled ért egyet. Az nekem nem is lehet a barátom, aki mindig velem ért egyet. De én azt nem bírom, amikor valaki ennyire alá megy. Én sem. Nem, azt én nem. Már azt szerintem nem őszinte, az nem, nem, nem arra vagyok, ne, nem, arra van szükségem a baráti kapcsolataim, hogy valaki soha ne szembesítsen a marhaságaimmal, hanem majdnem fasságot mondtam. Még <laughs> jó, hogy nem fasságot. mondtál fasságot. De, hogy, de, hogy, de hogy tényleg az van, hogy hogy ezt, azt nem gondolom igazi barátnak, mert akkor az annyira bemegy alám, hogy nem már, hát valamit mondjál már, mert ez engem nem épít. De hogy, Nekem például az a, nekem volt mérgező barátságom, és akkor szerintem ez a kettő ki is oltja egymást, tehát hogyha a, a mérgező egy kapcsolat, az már nem tud ugyanúgy, ahogy egy mérgező szerelemnél, ilyen toxikus állapotban, nem tudsz már, az már nem nevezhető szerelem. rettenetesen nehéz meg, meg, megszabadulni. Felismerni, vagy... és megszabadulni. És nekem is évek kellettek, úgyhogy már annyi mindent elkövetett ellenem, hogy, és évek kellettek hozzá, hogy hogy és mindig, mindig összevesztünk, nem beszéltünk, és mindig vissza-vissza édesgette magát, és a sokadik ilyennél volt az, hogy, hogy le tudtam tenni, hogy azt éreztem, hogy ez már nincs rám hatással az ő mérgezése, és egy, egész egyszerűen csak úgy ültem, az ilyen tényleg a hatodik vagy hetedik ilyen alkalom volt a, a sok éves barátságunkban, hogy tényleg, már megint itt vagyok, Aha, és azt én magamban mondtam, mert itt vagy szentesi, meg is érdemled, hát visszajössz mindig. És mindig ugyanazt kapod, mert ez az ember nem fejlődik, ő nem is igazán érti azt, hogy te uh, honnan uh, érkeztél és hova tartasz, vagy honnan indultál és hova tartasz, és hogy nem akar veled együtt uh, fejlődni, és nem és még nem, és mindig lekicsinyel és még mindig uh, zsebre akar rakni, és még mindig egy ilyen izének gondol, de hogy és így rájöttem és ott ültem és emlékszem arra az érzésre és nem mondtam neki semmit. Nem vesztem vele össze nem volt kiabálás hanem csak így így konstatáltam magamban hogy hát hogyha ennyiszer visszajövök és ez ennyiszer hagyom magammal hagyom megengedem magamnak hogy ezt megtegye velem akkor meg is érdemlem és akkor így fogtam magam. Tényleg ilyen most ezt így képletesen mondom összeszedtem a cuccomat és eljöttem. Mm -hmm. És azóta nem nem igazán kontaktáltunk és mm -hmm és nagyon nehéz egy ilyet lerakni, de amire rájössz arra, hogy hogy ez egy igazán mérgező dolog, és igazából nem is barátság, hanem ez egy ilyen alá viszony, amiben a másiknak jó, hogy te vagy, mert tud valamire használni, és persze ez nem azt jelenti, hogy csak rossz dolgok történnek egy ilyen kapcsolatban, mert történik nagyon sok jó dolog is, mert emlékszem rá, hogy milyen jó volt vele nevetni, meg hülyéskedni, meg így meg, tudom én, de olyan nagyon mélyre például, hiába tartott mondjuk ez a barátság 8 vagy 9 vagy 10 évig, most nem tudom pontosan mennyi ideig, nem tudott olyan mélyre menni soha, mint mondjuk veled az elmúlt három év. Mert hogy itt tudtunk együtt haladni, tudtunk igazán mélyen kapcsolódni egymáshoz, de olyan beszélgetéseink például ezzel az emberrel soha nem voltak, mint veled egy felnőtt korban szerzett, frissnek mondható barátságnál. Mindig felmerült bennem, hogy, hogy akarok-e gyereket most. Nekem soha. Senki nem kérdezgette, és senki, senki nem várt el tőled? Senki, soha. De miért? Mert az elején leszögezted, hogy neked nem lesz se férjed, se gyereked, és utána az egészet úgy, ahogy van. Aha. Aha, én is mondtam ilyeneket. Rák előttig nem éreztem azt, hogy én szeretnék. Nagyon szeretnék gyereket, igen, de, de még, még nem érzem azt.